Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Állattenyésztés, Országos Agrárfórum Bonyhádon. Fűtőberendezések karbantartása. Készüljünk fel időben a téli szezonra. Pénzkeresési lehetőség. Dombováron is sokan részt vesznek a diákmunkaprogramban. 2025 év madara. A bőti récére voksoltak a legtöbben. Huszonhatodik alkalommal tartották meg a Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozás Országos Agrárfórumot. A konferencia egyben a hétvégén rendezett Milfood 22. Tarka Fesztivál nyitó eseményeként is szolgált. A hétvégén, augusztus 9-én és 10-én tartják Bonyhádon az idei Tarka Fesztivált. A rendezvény hagyományosan minden évben az Agrárfórummal kezdődik. Én elgondolkodtam azon, hogy egy ilyen eseményt mi tart ilyen sokáig életben, és arra jutottam, hogy természetesen nagyon sok oka lehet, de az egészen biztos, hogy fontos, hiszen mindenki, aki gazdálkodik, vállalkozik, akár az önkormányzatok, mindenki, aki teszi a dolgát, az szeretne boldogulni, előrébb jutni az életben, sikeresen létrehozni azt, amiért minden nap fel kell és dolgozik, és ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz nagyon sok információra van szükség. A résztvevők első kézből kaphatnak gazdálkodáshoz, állattenyésztéshez szükséges információkat. Gondolok itt akár a minisztériumi részvételre, hiszen minden évben akár miniszteri, akár államtitkári szinten képviseltetik magukat, és azokra a pályázati lehetőségekre, azokra a támogatási rendszerekre, ami húsba vágóan érinti a gazdákat, azokról első kézből kaphatnak friss információkat, és ez szerintem a sikerhez nagyon fontos. A tanácskozáson előadást tartott Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár is, aki a szarvasmarha ágazatot érintő kormányzati intézkedésekről számolt be. Az elmúlt években örvendetesen nőtt a hazai tej és sajtfogyasztás, ami szerintem piaci oldalon nagyon jó a magyar tarka tenyésztőknek és tartóknak. Úgyhogy abban szeretnék nagyon sok információt elmondani az itt lévő gazdáknak, szakértőknek és szakmabelieknek, hogy lényegében új lehetőséget szeretnénk nyitni, hiszen ma, amikor egy állattartó gazdaság jövedelmezőségével beszélünk, akkor a technológiai háttér az egy kulcsfontosságú kérdés. És most az elmúlt hetekben az összes állattartó és élmiszerfeldolgozással, tehát teljes sajtkészítő számára is olyan több száz milliárd forint értékű pályázati felhívást tettünk közzé, ami abban fogja ezeket az állattartókat, szarvasmaratartókat segíteni, hogy lényegében a telepeiket korszerűsítsék, automatizáljanak, vagy a másik oldalon minél jobb minőségű tejtermékeket állítsanak elő, és szerintem ez kulcsfontosságú ma a magyar vidék és a magyar mezőgazdaság számára. Az idei nyári hónapok aszálya a mezőgazdaságra és az állattartásra is negatívan hatott. A 2022-es aszály után most 2024-ben is egy súlyos aszállyal szembesülünk. Ez annyiban különbözik 22-től talán, hogy ott 3-4 évig nem esett az eső, most viszont júliusban kaptunk egy rendkívül intenzív hősokkot, és azóta lényegében kis túlzással egy milliméter eső sem esett az ország legnagyobb részén. Ez mindenképpen kihat, hiszen a hő az rossz az állatoknak, és mind a takarmány, a szálas és tömeg takarmány termelésnek is rendkívül káros, hogy ez mindenképpen kihatással van az állattartásra is. Hát bízunk benne, hogy esőt kapunk, mert jelen pillanatban ez a több mint egy hónapja tartó szárasság, ez rendkívül komoly károkat okoz. Az Agrárfórumot követő 22. Tarka Fesztivál hétvégén számos programmal, koncertekkel várja a látogatókat Bonyhádon. Célszerű még a nyári időszakban gondoskodni a kémények, fűtőberendezések karbantartásáról, ugyanis ha ezt a téli időszakra halasztjuk, akkor már egy nagyobb várólistával kell számolnunk. A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet arra, milyen fontos az állandó felülvizsgálat a balesetek elkerülésének érdekében. Létfontosságú, hogy az otthonunkban szemmel tartsuk a szerkezetek állapotát, mondta Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője. Az ingatlanjaink vagy egyéb tulajdonunkban lévő tárgyak, berendezési eszközök, technológia megoldások is bizonyos idő elteltével már megkophatnak. A kémények vagy az égéstermék elvezetők más néven, ezek felülvizsgálata és karbantartása is rendkívül fontos. Az égéstermék elvezetők vagy kémények felülvizsgálata szilárd fűtőberendezések esetén évente, gázzal történő fűtőeszközök esetében pedig két évente esedékes. Ezt a 18-18-as menüponton a 9
9.1-es menüpont alatt tudjuk értesíteni adott esetben a kéményseprőket, illetve van még egy másik felület, ez a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu. Ezen a weboldalon pedig találhatunk egy ilyen menüpontot, almenüpontot, ami pedig az ellátási területet jelenti. Ide az irányító számot, természetesen a lakókörnyezetünk irányító számát begépelve pedig majd ki fogja listázni azokat a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szolgáltatókat, akik ezt a területünkön elvégzik, amit megint csak fontos megjegyezni, hogy ezt a lakosok, természetes személyek esetében ez ingyenesen végzik ezt a kéményseprést, még a gazdálkodó szervezetek esetében pedig ez térítés ellenében történik meg. Őket egy sor munka lista kapcsán le is látogatják, itt viszont a lakosságnak, tehát a természetes személyeknek maguknak kell gondoskodnia. Annak érdekében, hogy gördülékeny legyen a karbantartás, és ne a téli időszakban kelljen heteket várni a hosszú várólista miatt, célszerű már nyáron megkeresni a kéményseprőket. Jelenleg 2 hét az átfutási idő. Ennek elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Akkor itt a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is beszámol éves szinten arra, hogy bizony a tűzoltóknak is bőven akad dolga, tehát a Tolnavár megyei tűzoltóknak is bőven akad dolga sajnos ilyen eseteknél. 2020-ban 22, 21-ben 20, 22 és 23-ben pedig 27 és 27 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat, ahol kéménytüzek keletkeztek. Ebben az évben, itt most ugye augusztus viszonylag még elején tartunk, 16 alkalommal már kellett már beavatkozni kéménytüzeknél, tehát ez a szám nem kicsi, és értelemszerűen itt van majd még a téli fűtés azon, ami most veszi kezdetét, tehát ezzel még bőséggel számolni kell. Fontos, hogy a közvetlen környezetünkben élőknél, idősebbeknél, szomszédoknál is érdeklődjünk, hogy gondoskodtak-e már a felülvizsgálatról, és nyújtsunk ebben segítséget nekik, ha szükséges. Pup Noémi megszerezte második bronzérmét is a párizsi olimpián. A Paksi Atomerőmű ESE kajakosa csapattársával, Folyt Sárával a kajakettesek 500 méteres versenyében a német csapattal végzett holtversenyben a 3. helyen. Pup Noémi így a női kajak 4-es után ismét bronzérmet nyert. A másik magyar hajóban Csipes Tamara Gazsó Alida Dórával ezüstérmes lett, így a versenyszámban 2 magyar dúó és egyszerre állhatott dobogóra. 109 rendbeli sikkasztással és 2 rendbeli csalással gyanúsítottak meg a nyomozók egy 40 éves szekszárdi műtrágya kereskedelemmel foglalkozó férfit. Az ő cégcsoportja értékesítését 2 gazdasági társaság végezte. A rendőrség tájékoztatása szerint többek között a tőlük megvásárolt műtrágyát rendszeresen nem szállították le a sértettek részére, más esetekben pedig a cégcsoporthoz leszállított műtrágya ellenértékét nem egyenlítették ki. A gyanú szerint a férfi az azonosított sértett cégekkel kötött szerződésekben szereplő műtrágyákért befolyt pénzekkel a sajátjaként rendelkezett, a számlára érkező összegeket eltulajdonította, miközben üzletfeleit folyamatosan hazugságokkal hitegette. A sértetteknek okozott összes kár bizonyítottan meghaladja az 5 milliárd forintot. Egy koppányszántói férfi Tamási egyik áruházában vásárolt a napokban, amikor a bevásárló kosárban felejtette a tabletjét. A sértett azonnal hívta az eszközben lévő telefonszámot, ami először kicsengett, de később már kikapcsolták azt. A rendőrök lopás miatt indítottak nyomozást. Rövid időn belül azonosították a tolvajt. A hatóságok elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki a 21 éves környékbeli férfit, aki elismerte, hogy ő találta meg az értékes tabletet. A nyomozók visszaadták az eltűnt készüléket jogos tulajdonosnak. A kormány idén 12. alkalommal hirdette meg az országszerte népszerű nyári diákmunka programját 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok számára. Dombováron évente 40-50 fiatal vesz részt a foglalkoztatásban. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere pozitívnak tartja, hogy évről évre van lehetőség diákokat foglalkoztatni. Évről évre próbálunk olyan tartalmas helyszíneket kiválasztani, ahol azon túlmenően ugyan rendszeres munka lehetőségével ismerkednek a fiatalok, olyan értékteremtő munkát végeznek, ami a város számára nagyon fontos, és ugye ezáltal ők nem kényszerként élik meg ezt a dolgot. Az idei évben a Városháza környékén, Szuhai Sportcentrumban dolgoztak, itt a sportpályák felújításában vettek részt aktívan, és ami talán nem mindig a legnagyobb siker, de mindig van néhány lelkes jelenkező, a régészeti munkákban is részt vesznek. Dávid tavaly júliusban és augusztusban vett részt először nyári diákmunkában. Nem szakadunk meg benne, ugyanakkor kellően lefáradunk. Ezen kívül négyében a főnökünk is azért velünk kapcsolatban azért elfogadó. Ha úgy van, akkor bármit így
ha jól meg is csináljuk, akkor többször állhatunk neki, azt mondja rossz, akkor rossz, újra csináljuk. Szóval munkavégzés gyaránt elég jó, tapasztalatnak tökéletesnek mondhatnám, és egy diáknak első munkaként roppant megfelelő. A 17 éves tanuló idén augusztus hónapra vállalt munkát. Anyagilag 133 ezret kapunk, ez 96-ra csökken a TB és egyéb gyógy értékeket levonva, de igen, fogjuk rá megérő. A fiatalok is örülnek ennek a lehetőségnek, általában július, augusztus hónapokban tartanak erre legtöbben igényt. Minden évben 40-50 fiatal vesz részt a programban Dombóváron. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén vasárnaptól péntek éjfélig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben. Mindkét szervezet arra kéri az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek egymásra, fogyasszanak több folyadékot. Pótolni kell az elveszített sót, elektrolitokat. Javasolt kerülni a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú és zsíros ételek fogyasztását, valamint 11 és 15 óra között lehetőség szerint senki ne tartózkodjon a tűző napon. Kisorsolták a labdarúgó MOL Magyar Kupa főtábla második fordulójának párosításait. A szekszárdi UFC a legutóbbi fordulóban a Hímesháza együttese ellen jutott tovább idegenben, a következő körben a Kelen SC-hez látogatnak. A Majosi Ese a Budaörs alakulata ellen küzdhet meg a továbbjutásért, a Faddi Ese pedig hazai pályán fogadja majd a Dunaújváros gárdáját. A természetkedvelők a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján szavazhattak arról, hogy melyik faj nyerje a 2025 évmadara címet. A legtöbb voksot végül a bőti réce kapta. A szavazók 52%-a voksolt a bőti récére, míg a másik két jelöltre, a nyílfarkú és a kanalas récére a szavazatok 26 és 21%-a érkezett. A Madártani Egyesület indított el Magyarországon az év madarát, 1979-ben, azóta nagyon sok szervezet nevezi meg az év faját. Alapvetően ez egy kommunikációs eszköz, és azt kell, hogy mondjam, hogy bár ne lenne rá szükség, mert az év madarának lenni általában nem jó. Általában olyan madarakat választott ki a szakmai stáb, vagy választhat most ki a lakosság szavazással, amivel kapcsolatban valamilyen természetvédelmi probléma van. A bőti réce kizárólag fogyatkozó, speciális közegben képes fészkelni, a halastavi környezet számára nem élhető. 2025-ös évre az év madara választásnál a fő rendező elv az a vizes élőhelyek, ezen belül is a kis tavaknak a védelme, tehát a lápok, mocsarak, illetve a szikes tavaknak a védelme. Ugye különösen az utóbbi esetében, a klímaváltozás következtében ezek a mondjuk a három legfenyegetettebb élőhely típusba tartoznak. Ugye a legérdekesebb, legspeciálisabb ezek közül Magyarországon talán a székek világa, a szikes tavakat hívják a Duna-Tisza közén is, akár a Tiszántúlon is székeknek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai stábja három fajból álló csoportot állít össze évről évre, melyek közül szavazással döntik el, hogy melyik fogja felhívni a figyelmet a következő évben az adott természetvédelmi problémára. Regionális híreink következnek. Oltottak, mentettek a baranyai tűzoltók. 10 riasztásuk volt a lánglovagoknak. Kürtös Kalács, az év felfedezettje a Strandétel versenyen. Égő autójárműből kiszakadt motor, lezuhant siklóernyős, csak három eset, amikhez riasztották a baranyai tűzoltókat szerdán. A vármegye több pontján kellett beavatkozniuk a lánglovagoknak. A tüzek, balesetek azonban nem követeltek emberéletet sehol. Két tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a Baranya vármegyei tűzoltók szerdán. Égő autó oldalára borult teherautó, ehhez az esethez a mohácsi tűzoltókat riasztották. Két személyautó és egy kis teherautókat szállító kamion ütközött össze szerdán az 57-es úton Lánycsók közelében. A baleset következtében a kamion az oldalára borult, egy személyautó pedig kigyulladt.
A mohácsi hivatásos tűzoltók két habosított sugár segítségével oltották el a teljes terjedelmében égő autót, emellett átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Mindegyik járműben egyedül utazott a sofőr, kettejüket könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A vármegye másik részén a növényi égetés adott munkát a lánglovagoknak. A szigetvári hivatásos tűzoltókat azután riasztották, hogy egy férfi növényi hulladékot égetett a telkén, ez pedig tovább terjedt, nem tudta megakadályozni. A tűzoltók oltották el a közel 1000 négyzetméteren égő lángokat, 40-50 cm magas fű égett. Súlyos károkat okozó balesetnél kellett beavatkozniuk a pécsi egységeknek az M60-ason. Pécs térségében az M60-as úton egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, ennek következtében annak motorja, illetve az első futóműve is kiszakadt. A pécsi hivatásos tűzoltók a kifolyt motorolajat, illetve hűtőfolyadékot itatták fel, más tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A járműben utazók nem sérültek meg, nem úgy, mint az a siklóernyős, akihez villányból érkezett a segítség. Felszállást követően 2-3 méter magasból zuhant le egy siklóernyős szerda délelőtt a Szársomjón. A villányhivatásos tűzoltók siettek a segítségére, ellátták a sérülését, majd lekísérték a mentőhöz. Saját lábán jött le a hegyről a siklóernyős, de információink szerint az egyik csuklója eltört. Ezt rögzítették a helyszínen, majd kórházba szállították a pórul járt sportolót. Hétféle ízvilágú kürtös kalács kóstolható a Siófokszabadi fürdőn található Júlcsi kalácsodában, amely idén az év felfedezettje díját vehette át az év strandétele versenyen. Dobondi Julianna és Látrányi László eredeti erdélyi recept alapján készíti az édességek tésztáját, de rendhagyó sós kürtös kalács is sül náluk szalonnával, sajttal. Egymás után készülnek a kürtös kalácsok Júlcsi kalácsodájában, Siófok határában. Minden a jó tésztával kezdődik. Bedagasztunk, utána ki van mérve, hogy mindenki egyforma méretet kapjon, és akkor hagyjuk kelni még, utána jön a sütés, a nyújtás és a sütés. Julianna és László erdélyi recept alapján készíti a kürtös kalácsokat. Nem csak mondjuk, hanem eredeti erdélyi is, mivel a páromnak, a nagymamájának a receptjével dolgozunk, aki Erdélyből származik, és a nagymamája szintén erdélyi volt. Ebből a receptből, illetve ez a recept alapján készítjük az összes tésztánkat. A sós tésztát azt mi fejlesztettük ki. Mi annyiban különbözik az édestől, hogy nem tartalmaz semennyi cukrot, csak só van benne, illetve ugyanúgy a többi hozzávaló, ami az édes tésztához tartozik. A liszt, a tej, a tojás és a vaj. Hétféle ízzel dolgoznak, így kérhető mákos, kakaós és fahéjas finomság is, de különleges málnás is kapható. Ez egy liofilizált málna. A liofilizálásról annyit kell tudni, hogy ez egy fagyasztva szárítása a folyamat lényege. Mínusz 140 fokon fagyasztják a málnát, vákummal szívják ki belőle a nedvességet, és ezáltal megmarad neki a színe, íze, valamennyi vitamin, meg ásványi anyag is, viszont az illata, amikor a friss, forró karamellre rászórjuk, teljes mértékben vissza tudja adni az eredeti illatát neki. A kalácsoda különlegessége a sós tésztájú kürtös kalács, amire sajt és szalonna pirul a faszénen. Ezzel sok vendég még barátkozik, hiszen ha kürtös kalács, akkor még mindig az édes ízvilága népszerűbb. A kisfiam nagyon szereti a kürtös kalácsot. Interneten ezt adta ki körülbelül első találatnak itt a Siófokon ezt a kürtös kalácsot. Most jó véleményeket olvastunk róla, és eljöttünk kipróbálni, itt nyaralunk. A Júlcsi kalácsoda idén először nevezett az év strandétere versenybe. A szakmai zsűri az év felfedezettje díját ítélte oda Julianna és László kürtös kalácsosának. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Állattenyésztés, Országos Agrárfórum Bonyhádon. Fűtőberendezések karbantartása. Készüljünk fel időben a téli szezonra. Pénzkeresési lehetőség. Dombováron is sokan részt vesznek a diákmunkaprogramban. 2025 év madara. A böjti récére voksoltak a legtöbben. Szombaton alapvetően kevés fátyol és gomoly felhő, sok napsütés és már országszerte 30 fok feletti maximum hőmérséklet következik. Általában gyenge, északias légmozgás várható.
Vasárnap a déli országrészben már 35 fokot is meghaladó maximumok ígérkeznek. Napsütéses, gyengén gomoly felhős idő várható, gyenge légmozgással. Csapadék nem érkezik. A jövő hét első felében előreláthatólag tovább fokozódhat a hőség, a középhőmérséklet már az ország zömén meghaladhatja a 26-27 fokot. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!